magában. Lehet enni közben? Mit csinálni? Enni. Enni. Bár kívülről most már nem annyira látszik maximum a hangulatán. És ugye Haridvárt az egyik... Hogy az egyik legszentebb városnak tekintik Indiába, Haridvárt. Ez az a hely, ahol tulajdonképpen a Ganges, a Himalája vonulataiból a síkságra leér. Tehát itt, ha látjátok, itt már nincsenek is, csak Rishikesh felé vannak hegyek, innentől kezdve már egyáltalán nincs. És maga ez a szó, hogy Haridvár, ez azt jelenti, hogy Harinak, Vishnunak vagy Krisnának a kapuja. Dvára az kaput jelent, ajtót. Tehát az a hely, ahol be lehet lépni Hari birodalmába, az a himalájai régió, ahova most majd menni fogunk. Igazából van egy ilyen hagyomány, hogyha valaki ezt a Csárdám játrát megcsinálja, tehát hogy ez a négy fő szent hely a Himalájába, Yamunotri, Gangotri, Kedarnát és Badrinát, akkor először ide szoktak jönni a Haridvárhoz, és itt a Hariki Pauri nevű gátnál, fürdőhelynél szoktak így fürdőt venni. És akkor utána feljönnek ide Chandi Devi templomába, ugye, ahogy mondtam, ő Durga, az anyagi energia istennője, félistennője, és az ő áldását szokták kérni arra, hogy rendben legyen minden a szent helyeken való zarándoklat során. És akkor, amikor ezt megtették, akkor bocsánat, utána mennek Rishikeshbe, és Rishikeshből indulnak fel erre a négy helyre, amiről beszéltünk korábban. Haridvár az egyik olyan város, ahol ezt az úgynevezett Kumbha Mélát meg szokták ünnepelni. Biztos, hogy hallottatok róla. Kumbha Méla ez az egyik, nem hogy az egyik, a legnagyobb, nem csak a legnagyobb hindu ünnep, hanem a világon nincs még egy olyan vallási ünnep, ami ennyi embert megmozgatna. Mennyi embert? A fő, ez, tehát ez egy maga a története, az Úr Sivához kötődik, és bocsánat, nem is az Úr Sivához, van ez a történet, amire már utaltam, hogy a félistenek és a démonok kiköpülték a halhatatlanság nektárját, emlékeztek rá. És akkor annak az osztásakor, amikor ezt elosztották, ugye Mohini Murti egyik Krisna egyik inkarnációja volt, vállalta azt magára, hogy felosztja a démonok és a félistenek között ezt, most felveszem a szemüvegemet, mert nagyon sűrű nap. Démonok és a félistenek között ezt a halhatatlanság nektárját, és úgy tartják, hogy ebből a nektárból néhány csepp alászállt, lecsöppent ide a földre, és megfelelő csillagállásnál, ugyanannál a csillagállásnál, amikor ez megtörténhet, akkor ennek az áldását megkaphatja mindenki, aki akkor fürdik az adott helyen, a Gangesben. Most ezek általában, ezek a helyek, azok a pontok itt Indiában, ahol szent folyók összefolynak. Mondjuk a fő fürdőhely az Alakabadnál van, ahol a Yamuna, a Ganges és a föld alatt folyó Saraswati összetalálkozik. És emellett még itt Haridvárnál úgy tartják, hogy ez a három folyó együtt folyik, mert itt a Ganges, a Yamuna és a föld alatt folyó Saraswati is jelen van, hogy együtt folynak, és ezért még ez egy ilyen különleges hely, és hogy néhány csepp ebből a nektárból itt is lehullott annak idején. És minden 12. évben, február és március környékére esik az az időpont, amikor ez a csillagállás van, és akkor rengeteg ember összegyűlik. Három fő fürdőző nap van. Alakabadnál legutóbb 2010-ben volt ilyen Kumbha Méla, Mahá Kumbha Méla, amikor 72 millió ember gyűlt össze. 72 millió. Nem, az Alakabadnál. Itt olyan 6-7 millió ember szokott összegyűlni, hát a helye sokkal kisebb. De olyankor az egész, tehát amit hogyha lenéztetek a síkságra, a Ganges partjára, az egészet bekordonozzák úgy, mint ahogy ide feljutottunk a templomba, hogy ne legyen semmi probléma. És Alakabadnál, hogy Prayag, így önmagában így is hívják, hogy Prayag, ez a három szent fő összefolyik, hogy
ott egy egész bődületes nagy város alakult ott a Ganges partján, a folyóparton, egy nagy óriási nagy síkterve. Tehát ott, mit tudom én, sátrak, ahol laktak az emberek, külön felállítanak, külön több 10-20 kórházat, külön mindenféle szolgáltatás, egy külön rendőrség épül, tömörten a rendőrrel, ilyen elsősegély nyújtókkal, tehát egy bődületes nagy város felépült egy hónapra, aztán utána mindent elkapcsolnak és jól el. Úgyhogy, és úgy tartják, hogyha valaki ekkor megfődik a Gangesbe, vagy ezeken az összefolyási helyeken, akkor ő biztos, hogy eléri ebben az életében a halhatatlanságot. Tehát ez igazából a felszabadulás jelenti, mert hogy a lélek az halhatatlan, tehát ez nem pusztul el. Ugye ez az egyik, az ötféle tudatlanság közül az egyik, a védikus írások szerint, hogy az embernek halálfélelme van, vagy azt gondolja magáról, hogy meghal, amikor nem is. Tehát ugye a lélek, azt mondják az írások, hogy sohasem született, soha nem fog meghalni, nem változik, örök természeténél fogva személy, akinek örök kapcsolata van Istennel. És csak azért érezzük azt, vagy gondoljuk azt, hogy mi meg fogunk halni, hogy van az a halálfélelmünk, mert mi nem a lélek, nem lélekként azonosítjuk magunkat, hanem a testünkkel azonosítjuk magunkat. Ugye elég gyakran találkozunk a testünkkel, az elménkkel, és nem tudjuk elképzelni, hogy mit jelent az, hogy mi nem ez a test vagyunk. És értelemszerűen, hát egyik dolog, hogy az ember még a saját tulajdonához is ragaszkodik, hogy most a Gergő elveszítené a sapkáját, vagy a fényképezőgépjét. Ugye ez egy komoly fájdalmat okozna. De az igazából az egyik legfontosabb tulajdonunk, amit állandóan viselünk és nem tudunk meglenni nélkül, az a testünk. És aztán a halál pillanatában, a halál felé közeledve, ugye ezt az emberbe tudatosodik, hogy ezt most le kell vetnünk, és nem tudunk vele tovább lenni, és ez óriási fájdalmat okoz. Mentális, meg aztán fizikai fájdalmat. Így magyarázzák a sászták, hogy amikor valaki tökéletesen azonosította magát, tehát lélekként, eredeti lelki természet és személyisége szerint azonosítja magát, akkor őt nem befolyásolják a test változásai. Olyan a halál számára olyan, mint amikor este levetjük a napközben használt ruhát és állóruhára cseréljük. Semmi más, semmi más. Persze ezt nagyon nehéz megérteni. És, tehát ez a Kumbha Mela, ez ilyen jelentőségű, és hát aki teheti, jön és fürdik. És nagyon érdekes, hogy külön